A Laudato Si mozgalom animátorával fogok beszélgetni, Nemes Gábor a vendégem. Szeretettel köszöntelek nálunk. Szervusz, köszönöm a meghívást. Na hát régen nem voltál már itt, viszont természetesen azért, mert teremtésvédelem területén buzgó munkálkodtok, akár a 72 tanítványjal, akár egyéb területeken, és most rögtön hoztál nekünk egy személyes történetet. Én azt hiszem, hogy kezdjük ezzel, mondjuk el a nézőknek, hogy miről is van szó. Nagyon érdekes most ugye az energiaválság kapcsán, hogy sétáltam az utcán, egy régi ismerősömmel találkoztam, és ő elmondta, hogy hát mennyire fontos az energia, és hogy mennyit lehet takarékoskodni, és egy egész komoly, komplett számításról számolt be, a mikrohullámú sütő, a fagyasztó, a mosógép, szóval mindent így átnézte. Kiszámolta, hogy mi mennyi? Kiszámolta, és gyakorlatilag azt hozta, hogy ezzel mennyi forintot tud majd megtakarítani és spórolni, és hogy ez milyen fantasztikus. És ugye elgondolkodtam utána, hogy milyen izgalmas, hogy ez a kérdés régóta foglalkoztat bennünket, az egyéni fogyasztás, úgy a energia, mint sok minden egyéb más, egy másik szempontból. Tehát nem a saját zseb szempontjából, hanem hogy igazából a Földnek jót teszünk azzal, hogyha minimalizáljuk a fogyasztásunkat, például az energia, és hogy ezekről évek óta, évtizedek óta beszélünk, és nem valósult meg, nem hogy számítás alapján, hanem ez a finom hangolás sem. És amikor jön egy ilyen anyagi szempontú helyzet, akkor rögtön, és ez nagyon helyes, hogy rögtön sokan cselekednek. De hogy milyen jó lenne például, hogyha a biológiai sokféleség szempontjából, ami talán először úgy gondoljuk, hogy kevésbé a saját pénztárcánk. Igen, majd mit jelent a biológiai sokféleség, ugye, hogyha ez a technikus terminus, igen. Akkor ez mit jelent pontosan? Hát igazából azt jelenti, hogy a teremtett világ, amiben ugye az ember is beletartozik, és minden más a bolygón, a teremtés gyümölcsei nem véletlen, hogy az Úristen ennyi mindent és ennyi sokfélét teremtett. És nem vagyunk felhatalmazva arra, hogy tulajdonképpen kipusztítsunk fajokat, csak azért, mert úgy élünk, ahogy élünk. Tehát a szépség a sokféleségben ott van, nagyon sok helyen, városokban is látunk olyan zöld területeket, ahol sokféle növény van úgy együtt. És ez az Isten dicsőségére is van, a saját hasznunkra bizonyos esetekben, de nem mindig gondoljuk talán végig. Igen, nagyon érdekes, amit mondtál itt, azt mondtam, na, ilyet sem szoktam csinálni, de a hajam. Szóval ez a személyes történet, amivel itt kezdtük az előbb a beszélgetést, nekem is van egy személyes történetem egy ismerősömnél. Úgy alakult a helyzet, hogy tehát most nyilván nem mondok neveket, meg körülményeket sem, hogy miért alakult úgy, de bizonyos egyeztetési problémák miatt végülis kikapcsolták nála egy időre az áramot. És ennek az lett a következménye, hogy nyilván elkezdte gyorsan intézni a dolgokat, de ugye azért, aki járt már így, az pontosan tudja, hogy ez egy hosszabb idejű átfutási idővel rendelkező intézkedés, amíg végül is kikapcsolás után újra lesz áram, vagy víz, vagy gáz, vagy valamilyen szolgáltatás. És akkor először mindig, mikor ugye ment haza, akkor reflexzerűen kapcsoltam volna fel a villany, természetesen nem volt villany, akkor egy idő után, ugye érdekes ez is, hogy az ember bármit meg tud szokni, már hazament, és nem nyúlt oda a kapcsolóhoz, hogy fölkapcsolja a villanyt. Tehát, hogy ez is így szokássá tud válni. Tehát nagyon érdekes, hogy azt tud szokássá válni, amire rá vagyunk kényszerítve, vagy amit meghatározunk magunknak, hogy akkor új szokásként fölvesszük. Tehát ez is fontos. Nem vagyunk semminek a rabja. Na, de mindegy, nem ez a lényeg, hanem az, hogy ugye nála a lakásban, a háztartásban úgy vannak kialakítva a dolgok, hogy a víz, tehát a meleg víz is minden az áram kapcsán van. Igen. Tehát ugye hideg vízben fürödni 2 hétig nincsen áram, gyertyázni kell, olvasáshoz gyertyát kell gyújtani, stb., mikor már megy le a nap. Na és ugye először nyilván bosszankodott emiatt. És aztán fogalmazta azt meg magában, hogy hát igazából nem történt tragédia, mert hogy csak úgy él, mint ahogy elődeink értek. Tehát együtt éltek a nap mozgásával, akkor keltek fel, amikor a nap felkelt, akkor feküdtek le, amikor lenyugodott a nap, hogyha télen hamarabb, akkor
a nyáron később, este 8-9-kor akkor feküdtek le. Tehát, hogy simán csak fölvették azt a ritmust, ami mindig is természetes volt, mondjuk elődeink számára. Tehát a föld, a teremtett világ a környezethez, és az ezáltal diktált tempóhoz igazították az életüket, és nem élték meg. Nem élte meg ez az ismerősöm abszolút ezt tragédiaként. Mit szólsz te ez a történethez? Nagyon jó, hogy ezt elmeséled, hogy ugye a lehetőséget találta meg benne. Tehát az úgymond a bajban, bár ez is egy izgalmas kifejezés, hogy ugye az a baj, hogy nincs áram, vagy hogy nincs víz, és akkor azt szoktam mondani, hogy aki úgy kezdi a mondatát mindig, hogy az a baj, hogy egy ismerősömnek leégett a háza, és aztán egy műsorban megtudták, ez egyik tévéműsor szakemberei oda mentek, és fölíptettek egy másik házat. Tehát leégett a háza, de végül is ő jobban jött ki. Uh-huh. Úgyhogy innentől kezdve nem szoktam azt mondani, hogy az a baj, ha leég a ház. Mert még az sem biztos, hogy tragédia, nyilván nagyon nehéz pillanatok voltak. De visszatérve erre, hogy a lehetőséget meg fölfedezte ebben a helyzetben, és igazából a Covid alatt is, például a közlekedés, számomra is több gyaloglás, több séta, több kerékpározás jelentett, olyan helyekre is elgyalogoltam, amit korábban nem. Uh-huh. Talán utoljára a taxis blokkád idején gyalogoltam olyan sokat. Tehát, hogy a lehetőséget megtalálni. És hát a gyümölcseit a helyzetnek. Így van. Mert például visszatérve itt erre az ismerősre, most kicsit magunk ellen beszélek, hiszen mi is egy televízió vagyunk, de például azt mondta ez az ismerősöm, hogy akkor az is egy tanulság, hogy azt vette észre, ugye árammal megy a tévé is, meg a tévészolgáltatás is, nem tudta bekapcsolni a tévét, fókuszáltabb maradt, tehát fókuszáltabbak maradtak a gondolatai, ahogy hazament. Tudott abban az időben is nyilván olvasással, agyi tevékenységet serkentő dolgokkal foglalkozni, amíg otthon volt, és ennek akkor az lett az eredménye számára, hogy az internetet nem kötteti ki, mert azért az, tehát az kell, tehát arról azért nem akar lemondani, de a televízió szolgáltatást azt így nem kéri tovább. Mondom, most egy picit magunk ellen is beszélek, de nem ezt kell most levonni ebből, nyilván nem ez a fő konklúzió, de az a lényeg, hogy vannak ennek, és a nehézségeknek is vannak gyümölcsei. Igen, és hát az interneten is meg lehet nézni a műsorokat. Akár a mi beszélgetéseinket is, így igaz. Igen. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy a kényszer az mit hoz, de az se rossz, hogyha magunkban gondolkodunk azon, hogy most kezdődik ugye az őszi iskola szezon, meg munkába járásoknak összekezdődik, hogy mi az, amit egy kicsit másképp tehetünk, nem csak a kényszer miatt, hanem azért, mert nekünk ilyenek az értékeink. Tehát, hogy fontos számunkra, hogy például több időt töltsünk a természetben, hogyha ezek a hőhullámok talán majd csitulnak, akkor szinte egy őszi erdőbe mehetünk, mert olyan barna minden. Több időt a természetben, ezt nagyon tudom magamnak is és mindenkinek ajánlani, több időt tölteni, és olvasmányokban is sok minden visszaköszön. Igen, talán és hát hoztál, és így van, itt van az asztalon egy könyv, amiről mindjárt fogunk beszélni, csak még előtte, mert hogy fontosak az ilyen jellegű kezdeményezések is, és van egy Budához kötődő, nevezzük kommandónak, na de milyen kommandó az, ami pontosan teremtésvédelemre hívja fel a figyelmet? Igen, az egyik Laudato Si animátortársunk egy csikkommandót hozott létre, egyelőre egy személyes csikkommandó, és ő nem tesz mást, mint összegyűjti azokat a csikkeket, amit mások eldobnak. Parkokba, buszmegállóba, és egy nagyon kitartó, mert egyszer-egyszer tevékenységez. Egyszer-egyszer egy takarítási világnapon, vagy egy földnapján lelkesedünk, és megtesszük talán mi is ezt, de ő nagyon határozottan, és nagyon nagy buzgalommal ezt teszi, és hát talán elérjük majd a Tom Szakit, aki egy Kanadában, Egyesült Államokban, talán mindkét helyen élő magyar származású, akinek ugye az a specialitás, hogy minden, ami nem reciklikálható, úgymond hivatalosan, igen, tehát a műanyag, a papír, igen, és a fém, és az üveg, és a többiek,
azt ő megpróbálja, és vannak ilyen akciói külföldön. Tehát reméljük, hogy egyszer Magyarországon is a csikből lesz valami, akár a Tomszakival való együttműködésen keresztül, és hát az animátor... De reciklikálható, csak a nézőknek mondom, de biztos igen. tudják ők is, hogy ez újrahasznosítható. Igen, vagy valamire másra felhasználni, igen. tehát ugye a hulladék nem szemét. Ez az egyik nagy hír, ugye a Laudato Si mozgalom házatájáról, hogy van egy ilyen kitartó társunk, és hát köszönet érte ezúton is. Akkor növekszik a közösség, talán lehet ezt mondani. Igen, igen. És a napokban mutatták be egyelőre zárt körben, és egy ember kapott meghívást Magyarországra, egy animátor, egy zárt körű filmvetítésen, a Laudato Si mozi, ez a címe, uh-huh. vagy pontosat nem is tudunk, nem is beszélhetünk róla, de az év folyamán különböző országokban, különböző időpontban ez egy egész estés film, és ahogy amit mesélt, nagyon gyönyörű felvételek, és nagyon kemény film, megható, és választ ad arra, hogy hogyan tud az ember a föld kiáltása, illetve a szegények kiáltására választ adni, ilyen élettörténetek bemutatása, talán ennyit szabad elárulni erről. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas, talán őszi estéken majd meg tudjuk ezt nézni. Igen, és hogyha levetítették először, és már lehet róla többet beszélni, akkor majd mi is fogunk, és bemutatjuk a nézőknek, és akkor térjünk talán rá arra a könyvre, ami itt van az asztalunkon, mert hogy fontosnak érezted, hogy behozd, és megmutassuk a nézőknek. Igen, ez egy nagyon régi tanulmány kötet, megpróbáljuk így megmutatni. Egymás közt, egymásért. Igen, és ebből van egy kis tanulmány, amelyik Erich Frommnak a Birtoklás és létezés című könyvéről szól, illetve ebből egy részlet. Ő egy pszichológus. Igen, igen. Nagyon izgalmas élete volt, ugye a szeretet művészete. Igen, talán ez a piros könyv, nekem még piros kötetű könyv, igen. és meg is van, és nagyon szeretem, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Igen, és ez pedig a birtoklás és létezés, to have or to be, és azért hozom ide ezt, mert nemrég mentem megint az utcán, egy másik nyári történet, és láttam egy étterem, hamarosan megnyílik valahol, és azzal hirdeti magát, hogy lelkiismeret furdalásmentes hedonizmus. Hát így az angolból így tudnám fordítani, nem tudom melyik cég, nem tudom melyik étterem, de ez a reklámja. És ezen is úgy elgondolkodtam, hogy tulajdonképpen a hedonizmus, és itt jön az Erich Fromm, az egy milyen izgalmas fogalom, és hogy mennyire keresztényi vagy nem, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Igen. És hogy lelkiismeret, furdalás vagy mentes hedonizmus, hogy mit jelenthet ez? Én arra gyanakszom egyébként, hogy valószínűleg helyi ételeket fognak, tehát nem Argentinába hozott steakház lesz ez, hanem helyi vagy húsmentes, majd meglátjuk, szívesen beszámolok majd erről is, de ez vezetett ahhoz, hogy újra elővegyem ezt az 1990-ben megjelent kötetet, és a birtoklás és létezés. Tehát valószínű, hogy ugye a hedonizmus, mint az élvezeteknek, a rövid távunknak a megélése, az ugye létezés kategória, nem birtoklás, ez kétségtelen, de tulajdonképpen nekünk nem erre kell törekedni, és egy nagyon, nagyon furcsa szó összetétel ez a lelkiismeret furdalásmentes uh-huh. hedonizmus. Én inkább ugye a létezésnek a dimenzióját ajánlanám, és érdemes ezt újra elővenni, ezt a kötetet, ezt a Erich Fromm írást. Végigmegy az iskolába például, hogy hogyan tanulunk, hogy minden tudásnak a birtokában akarok lenni, fölírom, jegyzetelem, hogy el ne felejtsem, és a másik, amit itt párhuzamba hoz, az pedig a megélés. Uh-huh. Tehát, hogy megélem, megértem. De hogy egyébként igen, tehát jelen vagy-e, amellett, hogy mindent felír. És az élet minden területén itt, ezt így végigveszi, és az is egy érdekesség, birtoklás és létezés a mindennapi tapasztalatban, nyilván most nem fogunk ezen végigmenni, de ugye a társalgásnál az is, hogy arról van szó, amit én szeretnék mondani,
Tehát birtokában a sztorinak, vagy a tudásnak, vagy próbálom a másikat szóhoz engedni, és ez nekem is egy napi feladat tekintéről, ismeretek és tudás. Szóval itt végigveszi, és azt is megmutatja, egyébként ez az írás, hogy az évszázadok során és a különböző kultúrkörökben, ugye a birtoklás, hogy mit van, mennyit keresel, hol laksz, ezek a kérdések, milyen autód van, ezek nagyon jellemzőek a modern korunkban. Holott van, ahol kinevették a bizonyos törzsekbe, vagy emlékszünk talán egy ilyen filmre Afrikában, amikor egy üveggel ment, hogy hova tudja letenni. Tehát, hogy nem a birtokláson van a hangsúly, és ezt hogyan tudjuk egy kicsit átalakítani, transformálni a saját életünkben, közösségeinkben, baráti körünkben, családunkban, vagy a plébánián, hogy nem ettől függ. Ugye? Tehát nagyon elgondolkodható, ha még ezt hozzátehetném, hogy a médiában is, hogy én most valahol voltam, és azt távoli helyen, és azt megosztom egy fényképpel. És tulajdonképpen, hát ez is azt hiszem, hogy a birtoklásnak a kategória, még ha ott létezett, de most mit kezdünk mi azzal, hogy a másik hova utazott, és ott milyen szépen süt a nap. Tehát hát igen, és csak mert, hogy ahogy mondod, és mesélsz, közben bennem is megfogalmazódnak gondolatok, és ugye ez, hogy lelkiismeret, furdalásmentes hedonizmus, tehát hogy eleve azért beszélünk egyáltalán erről, mert hogy tehát fenntarthatóság szempontjából hogy jön ez a kettő dolog, tehát a hedonizmus, tehát a túlfogyasztás, a túlságosan mindent nekem most, mert hogy azzal, hogy a túlfogyasztás lép fel az én életemben, azzal egyáltalán nem vagyok fenntartható a mindennapjaimban. Ugye, hogyha mondjuk erre hozunk példákat, akkor itt ugye mire gondolhatunk? Tehát mire gondolhatunk, amikor azt mondom, hogy a hedonista életmódommal a fenntarthatóságot hátráltatom, és nem járulok hozzá? Hát egyáltalán azzal, hogy a pillanatnyi örömök, vagy a megelégedettség a hosszú távon. Tehát, hogyha én megelégedett életet élek, örülök a kapcsolataimnak, amim van, ugye, amit birtoklok, azért hálás tudok lenni. És inkább mindig még egyre több. Igen, tehát ugye az üzletéletben állandó növekedés, de saját magam is, tehát hogyha elégedettebb vagyok, kiegyensúlyozottabb vagyok, akkor a túlfogyasztás az kevésbé fontos számomra. Tehát nem attól vagyok valaki. Ugye? Nagyon izgalmas kérdések. Tehát plázában dolgozó ismerős is rém történeteket tudnak mesélni, hogy emberek mi mindent megtesznek azért, hogy megvegyék azt a például cipőt, azt a márkát, és utána vesz egyet egy hét múlva, vagy két hét múlva megint, mert hogy azzal ő. És ezt lehet, hogy a nézőknél nem ez a legaktuálisabb kihívás mostanában, de fontos, hogy erre is figyeljünk, hogy a létezésünkkel kapcsolatos tevékenységek, beszélgetések, séták, egy pohár bor megosztása valakivel, ez mennyivel több örömet és hosszabb távon elégedettséget hozhat, mintha ezek a villanásnyi hirtelen, akár hedonista, élvezetre törekvő pillanatok. Igen, és akkor itt ugye meg már, de majd arról legközelebb beszélünk, mert ez már megint nagyon messzire vezetne, hogy viszont ehhez, hogy ez az elégedettségérzés meglegyen, ahhoz mennyiféle és milyen típusú üzeneteket kell kizárni mondjuk az életünkből, amit innen-onnan, amonnan hallunk, hogy valóban ne legyen folyamatosan egy ilyen vagy betölthetetlen űr, ami fogyasztásunk, vagy az igényünk a fogyasztásra. Na hát ez egy másik kérdés. Viszont az, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, az többek között olyan konferenciáknak, vagy kongresszusoknak is az ügye, és helye, helyszíne kell, hogy legyen, ami például augusztus 16 és máig, tehát 19-ig, és ebben az időintervallumban tartott. Miről van szó? Igen, itt hadd puskázzak egy kicsit, hogy a nevet jól tudjam mondani. A Katolikus Média Világszövetség, a CIGNIS, Dél-Koreában tartja a találkozóját, és Paolo Ruffini, a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium prefektusa is tartott egy beszédet, és ebből egy sort én itt nagyon fontosnak tartok. A boldogság, amit vásárolsz, nem tartós. Csak a szeretetből fakadó boldogság az, ami tartós.
A fogyasztói szemlélet összekeveri a rövid távú elégedettséget a mélyebb és tartósabb boldogsággal. Tehát még egyszer, a boldogság, amit vásárolsz, nem tartós, hát ezt idézőjelbe is kellene tenni, ugye igen, ezt a boldogságot, mert az nem vásárolható. Az nem boldogság, igen. Az pillanatnyi, akár hedonista öröm, és hát érdemes ezeket a világkongresszusokat is figyelemmel kísérni, magyar médiába is megjelent, tehát a katolikus média mit üzen nekünk évről évre, melyek ezek a hívószavak, amikkel foglalkoznunk kell, vagy lehet. Hát igen, az egyház tanítását ebben a vonatkozásban követni, megismerni, vagy például elolvasni Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját. Abból is rengeteget tanult az embert. Egyébként mikor olvastad először? Hát én mielőtt megjelent, ugye 2015. januárjában már hallottuk, hogy ez lesz, és akkor ott valamikor először angol nyelven jelent meg, és akkor olvastam, még akkor csak online, és aztán utána az Országházban volt a magyar nyelvű bemutató, és hát fantasztikus élmény, és újra kell olvasni. Én azt gondolom, hogy a Biblia olvasása nagyon fontos, és a Laudato Si-t is újra és újra érdemes elővenni, nyilván más könyvek mellett is. És akkor nem ezzel zárjuk, ezzel is zárhatnánk, mert hogy nagyon jó gondolat, de még azért ugye azt ígértük a nézőknek, és itt kiírva is azt látták, hogy ökoszempontok itt a megfelelő energiafogyasztáshoz, ugye a mindennapokban, tehát hogy, és ezzel is indítottuk azzal a személyes történettel, amit elmeséltél, meg amit én is elmeséltem. Tehát ha visszatérünk ehhez, és ezzel ilyen keretes szerkezetben zárjuk ezt a beszélgetést, akkor mit emelsz ki Laudato Si animátorként? Tehát mit emelsz ki ebben a témában? Mivel zárjunk? Hát én azt gondolom, hogy tényleg végig kell nézni mindazokat a technikai eszközöket, amiket használunk, meg azt az időt, amire ezek szánunk. A telefon, a tévé, a laptop, a tablet, a mikro, a sütő, a... Nem is tudjuk fölsorolni. Igen, jó. És hogy ezek nélkül is vagy kevesebb használata is van élet, ez nagyon fontos. Tehát konkrétan egy elvonulós alkalom után hívott föl valaki 10 nap után, nagyon furcsa volt, hogy miért nem hív vissza, és azt mondta, hogy ő telefonmentes 10 napja volt, valahol elvonultak többen, és lehet, hogy van egy olyan lehetőség, hogy ha nagy baj van, akkor kin keresztül hogyan lehet megtalálni az illetőt, de próbáljuk ki. Én is volt már, hogy nem mentem vissza a telefonomért, akkor otthon felejtettem. Izgalmas érzés ma már ez. Mm-hmm. És az olvasás, igen. És hát ezektől ne függjünk. Mm-hmm. Én azt szoktam mondani magamnak is, hogy amikor úgy érzem, hogy valamitől így függeni kezdenék, akkor azon kell nagyon dolgozni. Uh-huh. Ha valamihez nagyon ragaszkodunk, akkor időről időre adjuk oda. Nem csak azért, mert a másiknak szüksége van, hanem mert lemondok róla. Na, hát az egyensúlyra így is lehet törekedni, sőt, így is ajánlott. Nemes Gábor volt a vendégem, köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást.